Köszöntjük Hegyi Jánost, aki Lucernből érkezett, Svájcból. Igen. És egy kiváló ötvös mester, akinek magyar vonatkozása is vannak. Hogy kezdte a kincseket kutatni, és mikor? Én magyar vagyok, nem a vonatkozás, hogy magyarok, hanem magyar vagyok, ízig-véri, és ötvös, mikor lettem, hát gondolatban 9 éves koromban, megláttam egy szomszéd urat, aki vésett, és azt mondtam, hogy ez olyan gyönyörű, hogy én is ötvös mester, szóval ötvös leszek. És ez még hozzájárult az is, hogy ahol a nagyapám élt, és a nyári szüneteket töltöttük Kiskörösön, Kiskörösön nem messze van egy elsüllyedt földvár, egy ingoványos, mocsaras részben, ahol mi kincskeresésre indultunk, és ez nagyon megfogta az én fantáziámat, találtunk is törökkori puskatusokat, meg hasonlókat, és azt mondtam, hogy én szeretnék aranyat is találni, aranykincseket, őt sokat is találtak Kiskörösön egyébként, és ez is nagyon megfogott, és azt mondtam, hogy most már biztos, hogy ötvös lesz. És nem muzeológus lett. Nem, az nekem nagyon száraz lett volna. Ötvös, én nekem a két kezemet kell használni, ez nagyon fontos. Ügyes voltam az iskolában, politechnikából is, rajzból is jó voltam, tanáraim dicsértek, versenyeket nyertem már rajzversenyeken. Csak közben szólt a kádári rendszer, amiben én javarészt felnőttem. A politika és a forradalom. A forradalom, 9 éves voltam, amikor a forradalom kitört nálunk. Édesapám el lett ítélve utána, mert a forradalommal, a szabadságharcban részt vett, és akkor utána különös gonddal figyeltek ránk, és vicceliskedtek utánunk. Tehát gyakorlatilag én a kommunizmus üldözötte voltam, és így egyetlen középiskolába sem vettek föl Magyarország, Budapesten legalábbis. De nagy protekcióval azért elvégeztem a Puskás Tivadar távközlési technikumot, a szüleim kérése is ez volt, de nem érdekelt a dolog, én ötvös akartam menni. És utána ötvös is lettem nagy áldozatok árán, mert először segédmunkásnak mentem a pénzörökbe, hogy beajánljam saját magamat, hiszen ez egy nagyon bizalmi állás volt. Egy drága üldözöttnek. Üldözöttnek különösen, nehogy ott ellopjam az aranyat, vagy a drága köveket. Bebizonyítottam, hogy becsületes ember vagyok, föl is vettek, el is végeztem 2 év alatt az érettségi után ezt a csodálatos szakmát. Ezüstműves lettem, és mivel úgynevezett vörös diplomával végeztem el, tehát a legjobban, rögtön ott is fogtak engem oktatónak. 14 gyermeket képeztem ki, fiatalt képeztem ki ezüstművesnek. Csak aztán volt egy nagy bűnöm, hogy a pénzverőtől nem messze fekvő nagyvállalati református templomnak voltam a legifjabb presbitere. Hány éves korban? 20 éves korban már presbiter voltam, és ezt észrevettek. Ez egyedülálló, nem nagyon volt ilyen még a presbiterekben. Nem nagyon. Igen, én voltam a legfiatalabb presbiter, és nagyon lelkes voltam, az ifjúsági bibliaórát vezettem, és hát valaki, ahogy ezt szép szóval mondják, besúgott, és emiatt én elveszítettem a munkához való jogomat, tehát az elvtársak a saját jogukat lábbal tiporták az esetembe, és kirúgtak onnan, szó szerint. És akkor én munkanélkül lettem, közveszélyes közveszélyes munkakerülő lettem, de mivel mégis szerettem dolgozni, beléptem egy szövetkezetbe, amit úgy hívtak, hogy Nemez és Rostfeldolgozó Szövetkezet, itt a Sík utcában. Már majdnem maszek volt. Az már majdnem maszek volt, igen, és nekem kellett munkát találnom magamnak, elkészíteni, leszállítani. A végén már olyan jól ment, hogy 12 emberrel dolgoztunk együtt, és egy szép élet volt 2 évig, csak aztán ott is történtek olyan dolgok, aminek nem kellett volna, és ez nem rajtam múlott, de láttam, hogy ennek nem lesz jó vége, később föl is oszlatták ezt a szövetkezetet, igen, ott lopások történtek sajnos, és én azt mondtam, hogy most már elegem van ebből, azon kívül még történt egy följelentés is ellenem, hogy lázítottam a Kádár rendszer ellen, bunkó kommunistának neveztem a rendőrséget. Hát sajnos, mikor visszajöttem a Gyurcsányi időkbe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem sokat változott a helyzet, mert ezek ellen is szalomunk kellett. Hát azóta én kimentem 78-ban, és ez ugye az 50. évfordulón 2006-ban volt, amikor itt részeg rendőrök hajtottak minket, mint az állatok.
Na szóval, ennyit a politikai részről. Szintén ott volt a tüntetés. Itt voltam, hogyne. Illetve nem tüntetők, hanem ünneplők között. Ünnepeltem azt, igen, hogy édesapámat utána 10 év bányamunkára itt élték, mert hát a mai szóval úgy mondták volna, hogy terrorista, akkor csak ellenforradalmár volt. Valószínűleg kis puskával lőtt a T-34-es tankokra, ez egy borzasztó cselekmény volt, mondjuk szerette a hazáját, meg nem szerette a ruszkikat, ahogy akkor mondtuk, én sem szerettem. Pongrász Gergely barátomnak mondtam, hogy idősebb lettem volna, ott harcoltam volna velük, ez egész biztos. Hát nagyon és sok fiatal magamat fiú ismerve, halt meg, 12-13. Mi nagyon be voltunk indulva az oroszokkal. Igen, 8.-9. kerületben. Igen, az egyik osztálytársamat, Sevők Fricit, azt agyonlőtték például, 72 golyót eresztett egy orosz belé. Borzalmas volt. Úgyhogy ez volt a csúnya politikai részen, de ezen túl jutottam végül is. Aztán láttam, hogy itt nekem semmi, még fű sem terem, ahogy mondják, mert politikailag nem vagyok jó. És akkor 78-ban végső elkeseredésemben elhagytam az országot. Nem volt az olyan egyszerű kijutni. De akkor már egyszerű volt, mert azt mondták, családdal. Hogy belső... Családdal nem. Egy kisgyermekem volt, 2 éves Zsanett lányom, azt így megtartották volna itthon túszként, de hát sikerült elintézni protekcióval, mert ott is volt protekció, meg pénz is volt a dologban, elvtáskák már akkor is pénzélyesek voltak. Sikerült elintézni, hogy a gyermekem is velem jött. Gyermekemmel, feleségemmel és 3 bőröndel elhagytam az édes hazámat, illetve a hazámat a szívemben vittem, csak hát el kellett hagyni Magyarországot. És ott mindjárt a szakmámban el tudtam helyezkedni egy világhírű cégnél, ahol minden jó volt, csak a fizetés volt nagyon kevés, ez érthető egy kezdőnél. Utána egy másik világhírű cégnél folytattam, és utána pedig beláttam, hogy én túl jó vagyok ahhoz, hogy eladjam a munkaerőmet, ahogy most mondják, a munkaerőpiacon, mint az ember krumpli lenne, vagy valami tárgy. Azt mondtam, hogy majd én magam dolgozom, Isten segítségével úgy is lett, és hát most már 24 éve én önálló vagyok. És, hát, és Bécsben fölfigyelt egy magyar eredetű karta. Igen, az Attila szabjára, ami az én hitem szerint a Szent Koronát védte, mert ugye ezt védeni is kell, ezt a Istentől kapott csodálatos szerszámot, én így mondanám, az Attila kardot, ezt azért adta Isten a koronához, hogy védje a Szent Koronát, amiről most csodálatos dolgokat hallottunk. És mit keresett Bécsben? Bécsben azt kerestem, hogy egy kollégámat látogattam. Nem ön, hanem a kard. Ellopták szerintem, de erre vannak jó mesék mindig, hogy el lett ajándékozva. Nem került vissza a koronával. Nem, én ismerve a Habsburgokat, azok loptak, csaltak, hazudtak és raboltak, ez ma sem. Sokkal másképp van, csak most nem csak a Habsburgot veszik. Tehát azt elvitték. És én ezt rekonstruáltam fényképek alapján, és annyira jól sikerült, hogy a kusztós úr, aki ezt a kincset védi, azt mondta, hogy túl szép, szebb, mint az eredeti, és nem örül neki, mert egyszer el lesz adva eredetinek esetleg. Hát én nem ilyen szándékkal készítettem, és próbáltak rábírni, hogy ne adjam el ezt. Hát fönntartom magamnak a jogot, hogyha már dolgoztam vele közel 1000 órát, hogy akkor esetleg, ha rászorulok a nem túl hatalmas nyugdíjam kiegészítésére, hogy egyszer el fogom adni, de csak magyarnak. Az biztos. Vannak ilyen gazdag magyarok. Vannak, igen. Csak sajnos itt egy kicsit fordított arány van, minél gazdagabb valaki, annál kevésbé magyar. Úgyhogy még nem találtam olyan magyar, aki a szívében is magyar, és a pénztárszert is kinyitja rendesen. Sajnos van egy olyan felfogás, hogy na, a Heginek könnyű, Svájcból jött, és milyen gazdag. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy én rokkantsági nyugdíjat kapok, kevés pénzem van, viszont azt nagyon jól el tudom osztani Isten kegyelméből, és hát 2 családot már ezt mondhatom, mert ez nem dicsekvés, megmentettem a tönkremenéstől. Ha minden nyugatra szakadt hazám fia így cselekedne, akkor Magyarországnak már nagyon jó menne, és senki sem élne a híd alatt meg az árokparton. És a felesége pedig Pécseli. A feleségem a Pécseli tanárnő, akit a magyarsága miatt és a Rákóczi megemlékezés, meg egy könyvkiadás miatt egy, hát nem akarom minősíteni ezt az urat, aki a Pécseli Szemere általános iskola igazgatója volt, ő szabályosan
kimobbingolta 10 év alatt a munkahelyéről, megkapta az Istentől ezért a jutalmát, most ő is munkát keres éppen, úgy tudom. Úgyhogy... Ez a második feleségem. Ez a második feleségem, igen. És az első feleségem és a gyermekem az kinnél Svájcban. Mi ott békében, szabadságban, jólétben élünk, mert nem vagyunk tagja semmilyen elnyomó szervezetnek. Mi függetlenek vagyunk. Fegyveres neutralitás útját választott. A magyar nyelvet nagyon szépen megőriz. Igen, mert én nekem ez a veszőparipám is, és mi otthon magyarul beszélünk, és én tudom azt, amit a 90%-a sajnos a magyarságnak nem tud, hogy van olyan is, hogy ban-ben. Nem csak az, hogy ba-be. Hallom komoly tudósoktól, hogy aztán itt ülök a tévébe. Nem a tévében, vagy a stúdióban, hanem be. Tehát csak babbe van itt. Ez egy szomorúság, apróság, de nagyon szomorú. Én német származású vagyok, és mikor nagyon izgulok, én nagyon figyelek az én beszédre, de van, hogy én is úgy mondom, hogy babbe. Igen, ragadós. Úgyhogy ez csak a izgalomtól van, de én is szégyellem, hogy ilyen hibát ejtek. Igen, mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia, így mondják, holott szerintem se nem magyar, se nem tudományos, ott levő urak vitatkoznak, és mindegyik babbeizik. Hát ez az ostobaság csúcsa. De mesélhetnék sok mást is. Én ezt jobban látom, ugye, mert 34 éve ott élek, kristálytisztán látom, 30 évet éltem itt, hogy mennyire elromlik, fölhigul a magyar nyelvünk, amit természetesen direkt is csinálnak. Hát miért ne piszkítanának bele a nyelvünkbe, túl szép, túl régi és drága, ahhoz, hogy egyesek ne érezzenek ingert, hogy rongálják. Gyerekek már a szavaknak a felét is elhagyják. Igen, és ilyeneket mondanak, és sajnos másut is megvan a németben is, úgy mondják, hogy dengel is, hogy félig engel és félig német. Azt mondja, hogy gehen wir gefunden, hogy menjünk zabálni a McDonald'sba, ahol állati moslékokat fogyasztani, és annak megfelelően néznek ki ezt. Szomorú. A világ helyzetben pillanatnyilag sötét középkor élünk, úgy látom. És a Fittya világkonferencián máskor is részt vett már? Nem, először veszek most rajta részt, mert én nekem rengeteg elfoglaltságon elkészített az Attila kard mellett kb. 8000 órával a Nagyszent Miklósi kincsek legszebb darabja, kb. 12 darabot. Ami otthon vár egy páncélterembe arra, hogy újra kiállíthassam, egyszer itt kiállítottam a Csontvári teremben, és hát nagyon sok pénzembe került, és rettegésbe, mert szabályszerűen lopni kellett a kincseimet, hogy ki ne raboljanak. A Ferihegyi reptéren egy hölgy egy trükkös rablással el akarta tőlem erőnek erejével venni az Attila kardot. Azt hittem, hogy valami krimiben vagyok, de hát megvédtem magam, és így nem került az ő tulajdonába. Tehát rettenetes, fájdalmas dolog volt, hogy hazajövök az édes hazámba, hozok ajándékot, mert ugye üres kézzel, mi szitja magyarok, nem megyünk még haza sem, és akkor az a hála, hogy alig köszönték meg, hogy itt részt vettem a saját költségeimben az egészen. Ja, nem volt pénz, akkor mondta be Patrubány úr, hogy a Fidesz, ez a csodálatos Fidesz első országlása megvont minden pénzt a házról. Akkor meg is kérdezte a Magyar TV1, hogy na, Hegyi úr, akkor most mit szól hozzá, bezárják a Magyarok házát pont a kiállítás közepén, 2001-ben volt. Azt mondtam, csak úgy hasból, hogy ösztönösen, istenesen, azt mondtam, hogy akkor kimegyünk a mezőre, és ott megcsináljuk a Magyarok házát. Volt benne egy kis profécia, mert most már ott vagyunk a mezőn, oda szorítottak. 11 éve volt, és most igen, is hasonló a helyzet. És még mondtam valamit, mert kérdezték, hogy miért hoztam a kardot, azt mondtam, hogy mert ez szimbolikus. A szimbolika nagyon fontos a mi számunkra és magyarok számára, és ez az önvédelem szimbóluma, és ez az évezred, ezt is úgy ösztönösen mondtam, a harc évezrede lesz. Mit ad Uram Isten, pont ez év szeptember 11-én fölrobbantódott, vagy nem tudom, hogy romba dőlt ez a Twin Tower, és hát azóta harc van, úgynevezett terroristák ellen, ugye ezt már ismerjük, csak régi mese, új szereplőkkel, új titulósokkal. Szomorú vagyok végül. És várom, hogy legalább az édes hazámban hát rend legyen. Reméljük, hogy sikerül újra kiállítani ezeket a bízom szép darabokat. Bízom benne. És bízunk a jövőben, más nem tehet. Igen, bízunk, a bizalom hal meg, és a remény utoljára. Én pedig addig nem halok meg, amíg a hazámban rendben lesz.
Hát akkor nagyon reméljük, hogy még sok, hogy sokáig él, még egészségben. Úgy legyen. És úgy rend legyen. Is lesz. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.